A közelmúltban nyitották meg a forgalom előtt a Tokaji Erzsébet királynő hidat, amely kiemelt csomópont a térségben. A szintén rendkívül forgalmas nyíregyházi Tiszavasvári úti felüljárón egyelőre befejeződtek a munkálatok, tavasszal kezdik újra a fejlesztést. A bokortanyákon aszfaltburkolatot alakítottak ki több területen, több útszakaszt pedig vagy felújítottak, vagy új utakat építettek. Ha a Nyírszőlősi utat nézem, teljes, komplett felújítása megtörtént, még egy 2 kilométeres szakasz hiányzott, ott a Bújji útig, vagy a Kótai Bújji elágazásig. Ez azt jelenti, hogy 2019-ben átadtuk a Nyíregyházát nyugatról elkerülő utat Nyírszőlősig, most ezt a Nyírszőlősi utat felújítottuk, tehát abból a térségből az autópályát könnyebben és gyorsabban tudják elérni. Itt gondolok Ibrányra, Tiszabercelre, Paszabra, Gávalencsellőre, Bújra, Kótajra. Nem kell bejönni Nyíregyházára, hanem a Nyírszőlősi úton eljönnek a körforgalomig, és ott az elkerülőn, Kálmánházánál fölhajtanak az autópályára. A választókerülethez tartozó 21 településen közel 100 000 élnek. Vinnai Győző országgyűlési képviselő híradónknak kiemelte, számos gazdaságfejlesztési beruházás érintette a térséget. Ibrányban átadták a déli és északi iparterületeket összekötő utat, amely az ottani vállalkozókat segíti. Tiszalökön és Tiszavasváriban ipari park kialakítása kezdődött, Nyíregyházán pedig a LEGO kezd több mint 50 milliárd forintos fejlesztésbe, mellyel további 300 munkahelyet hoz létre a térségben. Eredménynek tartom, hogy a munkanélküliségi ráta az Nyíregyháza és térségében az országos átlagot eléri, 3,9%, míg Tiszavasvári járásban, vagy az Ibrány járásban egy kicsit magasabb, 7-8%, de nem szabad elfelejteni, hogy 2010-ben itt 20-25% volt a munkanélküliség. Tehát azt gondolom, hogy sikerült előrelépni a munkahelyteremtés területén, és még megemlítem azt is, hogy a közfoglalkoztatásban több mint 3000 ember dolgozik ezeken a településeken, de volt idő, amikor több mint 5000 dolgozott, tehát itt is jelentősen csökkent a szám, az emberek a közfoglalkoztatásból átmentek az elsődleges munkaerőpiacra. Júliusban átadták a megújult Rakamazi egészségházat, amelyben több települést ellátó orvosi ügyelet, fogászati rendelő és védőnői szolgálat működik. Szociális területen is több beruházás zajlott. 10 településen épülnek bölcsödék, a közelmúltban pedig 2 óvodát is átadtak, Tímáron és Tiszavasváriban. Számos a turizmus területét érintő beruházás is elkezdődött 2021-ben. Az egyik ilyen turisztikai nagy program, az tulajdonképpen még egy topos forrás, amely Tiszadóbtól egészen Gávalencsellőig vagy Tiszabercelig szabad strandokat fejleszt, Tiszadobon, Tiszadadán, Tiszalökön. Aztán nem csak strandfejlesztés van, hanem turisztikai attrakciók is vannak ebben Szabolcs településen. Ezek még nincsenek készen, van, ami már készen van, ami még befejezés előtt áll, de nagyon fontos, hogy Nyíregyháza és Tokaj térsége egy kiemelt turisztikai övezetben van, és ezeket a turisztikai attrakciókat, amelyek Nyíregyházán, illetve a tiszamenti településeken találhatók, azt összekapcsoljuk. A sport területét érintő egyik legnagyobb fejlesztés az atlétikai centrum kialakítása volt Nyíregyházán. Itt hivatalos átadás még nem történt, de a komplexumot már használják.